Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, süss fel nap, jó reggelt kívánok mindenkinek, és jó reggelt kívánok Lázár Gergőnek is, a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójának, aki ugyan volt már itt nálunk a héten, de arról nem beszélgettünk, hogy milyen lezárásokra lehet készülni, illetve már nem csak készülni, mert tapasztalhatjuk is Szigetszentmiklóson, hiszen nem sokára kezdődik a tanévzáró, és hát a szabadtéri színházi hétvége is. Szia Gergő! Igen, igen, jó reggelt kívánok mindenkinek, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat is. Valóban, hát ugye a színház hétvégének, tanévzáró koncertnek az előkészítése az már megkezdődött, így akik erre járnak bármilyen formában, gyalogosan, vagy bármilyen közlekedési eszközzel, azok már tapasztalhatják, hogy kedd este óta gyakorlatilag a Városi Könyvtár és Közösségi Ház parkolója zárva van. És ez így is marad, hogyha minden jól megy, és minden jól alakul, és a hétvégi programokat időben meg tudjuk valósítani, tehát nem kell esőnapot beiktatnunk a programba, akkor ez hétfő estig marad így, tehát a könyvtár parkolója zárva. De ehhez még további parkolózárás is csatlakozik, hiszen csütörtök estétől, tehát tegnap estétől a lezárásra került a közös parkolója, parkoló bejárata a postának és a könyvtárnak, ezáltal a posta, Szent Erzsébet téri egyes posta elét sem tudnak már a mai napon, a pénteki napon parkolni, akik erre járnak. Ott már el kell kezdenünk az esti tanévzáró koncerthez, el kellett kezdenünk a pakolásokat és a különféle eszközöknek az elhelyezését. És ugyanúgy tegnap estétől, csütörtök estétől itt a Tököli utca 19-es épületünkkel szemben ugye van egy banképület, és annak az előlévő, az út felé eső parkolói szintén zárásra kerültek, mert ott is most ezekben a pillanatokban már a graffiti versenyhez készítjük elő a területet. És hát igazából a lezárások ezzel még nem fejeződnek be, mert ma délután 4 órakor pedig, amikor már a program valóban kezd az élesbe fordulni, 2 órával a kezdés előtt, tehát 16 órától ezt a Szent Erzsébet téri útszakaszt a körforgalomtól a Tököli utca, Somogyvári utca sarkán lévő zebráig, ez körülbelül 140 méteres útszakasz, a Polgárőr Egyesület segítségével, illetve természetesen kresztáblák kihelyezésével szintén le kell, hogy zárjuk. Ez egészen a rendezvény végéig fog így maradni, annak érdekében, hogy itt a érdeklődőink, látogatóink is itt tudjanak gyalogosan és közlekedni, tartózkodni, gyakorlatilag az nézőtérként fog funkcionálni ez az útszakasz ebben az időszakban, és ugyanígy 4 órakor, tehát ma délután, pénteken délután 4 órakor a Szent Erzsébet téren található nagy parkoló helyet is lezárjuk, abba a rendezvény ideje alatt parkolni nem lehet. Aki 4 óra előtt oda érkezett és ott parkol az autójával, az 4 órától a Losonci utca irányába tudja azt a parkolót elhagyni. Amikor vége van a tanévzáró koncertnek, tehát 23-án pénteken, akkor úgy fogjuk a programot befejezni, körülbelül éjfél magasságára fog ez megtörténni, hogy akkor megnyitjuk a banknak a parkolóját, megnyitjuk a Szent Erzsébet téren található parkolót, nagy parkolót, illetve megnyitjuk a postának a parkolóját is, és a hátralévő 2 napra, tehát a színházi hétvégének a szombati vasárnapi napjára már csak a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkoló marad zárva, tehát a szombati napon már, aki esetleg mondjuk postára szeretne jönni, ügyet intézni, az már a posta előtti parkolóban is például tud parkolni. Tudom, hogy kicsit bonyolult, kicsit sok ez, amit most így elmondtam. Ezekkel kapcsolatos információ térképekkel egyetemben megtalálható a város honlapján, közösségi oldalán. Ezt nyilván mi is megosztjuk. A közösségi ház oldalán, a Lakihegy Rádió oldalán, tehát nagyon sok felé már én magam is találkoztam a közösségi oldalakon ezzel a térképpel, illetve a szöveges résszel. Onnan is lehet természetesen tájékozódni. Gondolom, hogy ennek a lezárásnak az egyik célja az is, vagy legalábbis reménykedtek benne, hogy ne autóval menjenek például ezekre a programokra, tehát például a tanévzáróra, vagy a szabadtéri színházi hétvégére.
Hát igen, alapvetően azért minden adott ahhoz, hogy, hogy ugye ez, itt Szigetszentmiklóson azért legalább 42 ezeres lakosságszámmal rendelkezik a település. Azt gondoljuk, hogy önmagában már a lakosság számára is, lakosság szám is elegendő ahhoz, hogy ezt a programot itt megszervezzük, nem kell, hogy akár más településről is érkezzenek. És hát azért itt vagyunk a városnak a szívében, tehát több lakótelep, én azt gondolom, hogy járás távolságra van. Úgyhogy természetesen abban bízunk, illetve azt is kérjük, hogy lehetőség szerint ne autóval közelítsék meg ezt a területet. Itt a környező, tehát ugye most itt nagyon sok parkolót rásoroltam, amelyek zárva lesznek a program alatt, de a környező maradék parkolók, amik még vannak, azok nyilván nem alkalmasak arra, hogy hogy akár több ezer ember autókkal ide érkezzen és a maradék parkolókban parkolasson, akkor abból biztos, hogy fennakadások és problémák származnak. Úgyhogy arra biztatunk mindenkit természetesen, hogy lehetőség szerint gyalogosan érkezzen meg erre a holnapi rendezvényre. A szombat és a vasárnapi program, illetve bocsánat, tehát a mai rendezvényre, tehát a tanévzáró koncertre. A szombat és a vasárnapi program ugye az egy ültetett fix székes program, ahol már el is keltek a jegyek, tehát ott azért kisebb mozgásra és kisebb forgalomra számítunk mindenféleképpen, kevesebb nézőre, érdeklődőre, mint a hányra itt a pénteki tanévzáró koncert kapcsán. Aki jár a Szigetszentmiklósi rendezvényeitekre, biztosan tapasztalja, hogy szinte mindig segítenek nektek a polgárőrök a közlekedést igen. illetően. Ez most is így lesz? Igen, igen, természetesen délután 4 órától, ma délután 4 órától éjfélig a Polgárőr Egyesület segítségével fogjuk tudni megoldani ezeket az útlezárásokat, a forgalomkorlátozásokat. Természetesen, tehát ha ők élő erővel nem lennének ott jelen ezeken a pontokon, akkor ezt meg sem tudnánk valósítani, ezt a korlátozást. Tehát ez egyértelmű, hogy az ő segítségük nélkül ez a rendezvény sem tudna megvalósulni. Ugyanúgy, mint ahogy a Szigetszentmiklósi rendőrkapitányság nélkül sem működne ez a dolog, hiszen egyrészt ők is például, ha csak most a tanévzáró koncertet említem, azon túl, hogy itt lesznek majd a helyszínen, azon túl természetesen itt a környéket fogják járni, és gyakorlatilag, hogyha itt a közlekedésben fennakadások lesznek, vagy bármiféle olyan problémát érzékelnek, ami mondjuk esetleg a rendezvény miatt alakult ki, akkor ők abban igyekeznek intézkedni, rendezni ezeket a helyzeteket, úgyhogy nélkülük szintén nem működhetne ez a rendezvény sem. Köszönjük szépen az ő munkájukat is, és a tiéteket is. Nem is tartalak fel tovább, mert azt gondolom, hogy nem unatkozol. Köszönöm, hogy szántál ránk néhány percet, és akkor kitartást és jó munkát. Lázár Gergővel, a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójával beszélgettem. Szép napot neked! Köszönöm szépen, köszönöm!